Magas láz, erős leveltség, izomfájdalmak, száraz köhögés. Az influenza vírus átmenet nélkül egyik napról a másikra dönti le lábáról az embert. Szekszárdon azonban még nem érkezett influenzás beteg a rendelőbe, mondja Strantz Róbert felnőtt házi orvos. Fokozott veszélyre utaló jeleket egyre nem láttunk még, tekintve arra, hogy egy elég kellemes őszünk volt, ami nem kedvezett annyira a betegségek és a járványok kialakulásának a felső légúti betegségek vonatkozásában. Hogy milyen lesz a jövő, azaz az elkövetkezendő pár hónap, azt erről nem tudjuk, de olyan jel nincs, hogy igazából nagy járvány kialakulóban lenne. Mindig van Győrik Gábor gyermekorvos rendelőjében influenza elleni védőoltás is, így ha olyan gyermek érkezik hozzá, akinek támogatja az állam a védőoltását, azonnal be tudja neki azt adni. Kevesen élnek azonban az ingyenes védőoltás lehetőségével, és még kevesebben veszik meg azt a gyógyszertárakban. Becslések szerint a praxisok átoltottsága mindössze 15-20%-os. Pedig a védőoltás hatékonysága 70%-os, vagyis 100 beoltott emberből 70 nem lesz beteg, ha influenza vírussal találkozik, 30 embernél pedig enyhébb formában zajlik le a betegség. A vírus elleni védőoltások lényege éppen ez, mondja a gyermekorvos, a szövődmények megelőzése. Általában bakteriális fertőzések, nagyon csúnya tüdőgyulladások, gyermekek esetében mandulagyulladás, arcüreggyulladás, középfülgyulladás, Isten ne adja, akár még központi idegrendszert is érintő gyulladásos betegségek is lehetnek. Ezeket a védőoltásokat november közepétől december közepéig érdemes beadatni. Érdemes még jóval az influenza szezon előtt ezt megtenni, figyelmeztet a gyermekorvos. A védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 8, illetve 9 évesnél fiatalabb gyermekeknél 2 oltás beadásával szerezhető meg a védettség. Ingyen kérhetik a védőoltást többek között a 60 éven felüliek, egészségügyi állapotuktól függetlenül, illetve a tartós betegek.